következő kompozíciónk is a karácsonyhoz, adventi időszakhoz igazodik. Ez egy kis kreatív összeállítás lesz, aminek a neve az, hogy lebegő bögre. Szükségünk van hozzá egy kisebb tányéra. Nem muszáj hosszúkás, mi most hosszúkásat választottunk, lehet kis kerek, négyzetalakú, kinek milyen van otthon. Kell hozzá egy bögre és egy meghajlított villa. Ezt a villát ragasztópisztoly segítségével hozzáragasztjuk a bögréhez, a villának a nyelét, a villának a négy ágát pedig hozzáragasztjuk, szintén ragasztópisztoly segítségével, a tányérkánknak a közepére. Ez így fog kinézni összeragadva. A száradásra várni kell, mert azért kell hozzá idő, hogy megkössön. Tehát sok ragasztópisztolyba való kis ragasztórúdra lesz szükségünk ehhez. Aztán itt is mindenki a saját ízlésének megfelelő színvilágot kiválasztja. Mi ezt a barnás, fehéres gyöngyöket választottuk hozzá. Ezeket szintén pisztoly segítségével hozzá ragaszgatjuk. Elindulunk a bögrének, a villának a végétől, és így szépen ragasztjuk, a végeredmény pedig úgy fog kinézni, mintha a bögréből egy tányérra öntenénk az összes kis gyöngyöt. Akkor én el is kezdem itt a ragasztást. Ehhez azért idő és türelem kell majd. Megvárni, még minden megragad, szépen a helyén lesz, és hogy esztétikailag is kinézzen. Választhatunk akár rózsaszín fehér összeállítást, manapság ez nagyon divatos, ez a rózsaszín színvilág. Aztán lehet zöldet variálni, akár fehérrel, akár ezüsttel, de a piros arany verzió is passzol a karácsonyi színvilághoz. És ez végül is nem egy szokványos adventi koszorú, egy adventi dekoráció, de ez is a karácsonyt idézi a gömbök miatt. Kisebb-nagyobb méretűeket is választhatunk nyugodtan a gömbökből. Ezek a gömbök, ezek végig úgy fognak kiömleni ebből a bögréből. Mi azért választottuk ezt az ezüst, fehér, barnásat, mert ez egy kicsit olyan semleges szín, nem annyira kötött. Ez mindenféle dekorációhoz megy. Egy picit azért tartani kell, amíg meg nem szárad ez a folyékony, forró ragasztó. Itt azért számít egy kicsit a gömbnek a mérete, tehát itt az apróbb gömbökkel a legjobb dolgozni.
Ez a ragasztópisztoly nagyon jó találmány. Mindent is megragaszt. Én még a gömbökön kívül teszek dekorációképpen egy ilyen kis műfenyőt, azt ide a végére fogom beragasztani. A másik vége, hogy szintén ne maradjon üresen, ide pedig egy kis tobozt fogok tenni. És most beragasztjuk a tobozkát is. És így néz ki a lebegő bögrénk, amiből kiömlik egy golyónyi hadsereg a tálkánkra.